Jó napot kívánunk innen Székesfehérvárról. Ennek a városnak a története nyugodtan nevezhető szerencsésnek. Volt, hogy a tatárok támadását egy hirtelen jött hóolvadás akadályozta meg, és olyan is volt, hogy egy rátermett városvezető irányításával az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált. Persze most is megtalálhatjuk Székesfehérváron a szerencsénket, hogy hol, annak járunk utána. Társam a Szerencsejáték ZRT-től, Jakab Judit. Jó napot kívánok! A szerencse forgandó, tartja a mondás, és bizony nincs ez másképp Palottóban sem. A két héttel ezelőtti nyerő hétvége után legutóbb nem volt teli találatos az 5-ös és a 6-os lotton, így a nyeremények tovább nőnek. Az 5-ös lotton 21 darab 4 találatos született, a nyertesek 2.579.245 forintot vihetnek haza. A 6-os lotton a 24 darab 5 találatos nyereménye 680.035 forint. A skandináv lotton a 90 darab 6-os 217.225 forintot fizet. A Joker játékon a 9 darab 5 találatos 1 millió forintot nyert. A Luxorban 1 darab teli találat született, a nyertes 7.814.385 forintot visz haza. A Totó 39. játékhetének második fordulójában a 4 darab 13 plusz 1-es találat nyereménye 6.786.720 forint. Székesfehérváron egy dologban biztosak lehetünk. Hogyha megkérdezzük az itt lakókat, hogy ki Kati néni, biztosan tudni fogják. Arról, hogy ki is volt ő és hogyan hoz szerencsét másoknak, magát a szoboralkotóját kérdezzük. 1, 2, 3, 4, 5 years go by. Amikor a piac az itt volt, ahol most vagyunk körülbelül, itt árultak ezek a nénik, és hordták ezek a jellegzetes Fehérváron, legalábbis jellegzetes kocsik voltak, vaskerék általában, zörgött igen erősen, és ezzel tolták le úgymond a felső városról, az alsó városból, Rácvárosból a piacra a dolgaikat, és amikor úgy döntött a város, hogy lebontja a régi piacát, és helyet ad az új plázának, akkor gondoltam én, hogy hát így az utolsó néni, ahogy hazamegy, ezt meg kellene örökíteni, és így készült el. Van Fehérvárnak egy ilyen, ezek, ők rajtuk keresztül egy ilyen jellegzetes étele, fertály, ami azt jelenti, hogy négybe vágták ezt az elkészült pecsenyét, és tehát egybesütötték meg ezeket a jószágokat, négybe vágták és fertályra árulták. Ez volt egy ilyen jellegzetes, hát a Katinén is ezt árulta többek között. Szép orra van. Szeretném, ha ilyen orrom lenne, amikor nagy leszek. Nagyon leegyszerűsítette a dolgot, hogy Marikám volt az összes, és Ferikém az összes fér. Tehát, ha én oda mentem hozzá, és a feleségem, amíg vásárolt, addig lehetett vele beszélgetni, és egy kicsit olyan szórakoztató is volt. Tehát oda ment az, amikor, na Ferikém, hogy volt, mi volt, és akkor a Ferikémmel el tudott beszélgetni. Ez egy aranyos és nagyon egyszerű dolog, de működött, úgyhogy ezt más nem csinálta, ez az ő jellegzetessége volt, hogy tudott nagyon gyorsan kapcsolatot teremteni, jó kereskedő ember volt. Nem lehetett jó a piaci nap, mert egy kis zöldség oda kívánkozott és viszi haza, tehát marad, de tételezzük, hogy eladta mondjuk a retket és letörte, csak hazaviszi az állatoknak mondjuk a zöldjét. Hát ez egy tipikus teljes edény, a másik pedig egy másik edény, amiben általában tejfölt meg ilyeneket tartottak. Hát a kendő alatt pedig itt volt egy ilyen kosár, nem tudjuk, valamit vitt, kim volt ez a szobor elég régóta, és akkor én is úgy hallottam, hogy a diákok között terjedt először az, hogy ha megsimogatod a Katini órát, akkor mit tudom én, nem felelsz, vagy jól felelsz, vagy ez már nem tudom. És utána viszont ez most már teljesen átment, úgy látom felnőtt emberek is ugyanúgy, hogy mennek el mellett, akkor simogatják az órát, állítólag működik. Mindenki megfogja, én is megfogom, úgyhogy... Minden nap? Nem, csak amikor így erre járok, és kedvem van, akkor így megfogom. Suriba hozott egy pár szerencsét azért. Ötöst hozott, az meg minden. Esetleg egy dolgozatnál, vagy akármi, jövök, jöttem itt el, mondom, megfogom, hát szerencsét hoz, hallottam én is, Bamonát megfogtam, és... Működött. Csodát, persze, szerencsém lett. Reméljük, Kati néni a játékosainknak is szerencsét hoz. Megkészítem is a sorsjegy csomagokat. Hogyan kezdődik a mondás? Pont, pont, pont a szerencse. Mondom a lehetséges válaszokat. A bátraké a szerencse, a gondolkodóké a szerencse, vagy a szerelmeseké a szerencse? Bátraké a szerencse. A bátrak, én is bátor volt, hogy játszott velünk, és nyert is. Gratulálok. Köszönöm szépen. Gratulálok, nagyon köszönöm ügyes volt. Hány karátos az autó Rejtő Jenő regényének a címében? 12, 14 vagy 24?
Az nincs is a lehetséges válaszok között. Mondom még egyszer, 12, 14 vagy 24? A 24. Nem. Jaj, sajnos nem. Ki a szerencse istennője? Flóra, Fortuna vagy Minerva? Fortuna. Fortuna. Gratulálok a jó válaszhoz. Köszönöm szépen. Szeretettel gratulálunk a sorsét csomaghoz. Köszönöm is. Szépen. Általában a mesékben az aranyhal hány kívánságát teljesíti az embereknek? Egyet, hármat vagy hetet? Hármat. Hármat! Most is lehetne három kívánságot, az egyik mondjuk legyen az, hogy kapsz a sorsét csomagot. Gratulálok! Köszönöm szépen. Gratulálok! Székesfehérvár Magyarország hányadik legnagyobb városa? A negyedik legnagyobb, a kilencedik legnagyobb, vagy a tizenkettedik legnagyobb? A negyedik szerintem. Olyan sokan lennének Székesfehérváron, sajnos nem. Jókor jó helyen lenni, élni egy lehetőséggel, vagy csak egyszerűen kihasználni a pozitív körülményeket. A sportban sok olyan alkalom van, amikor a tudás mellett valami pluszra is szükségünk van. Nézzük, mekkora a szerencsefaktor a sportolók életében. Jó helyre születtem, tehát szerencsém volt. Olyan családba születtem, ahol igazából a futball az egy nagyon fontos és lételem a családnak. Édesapám a futballnak szentelt az egész életét, vagy szenteli most is, és hát így adódott az, hogy 4 évesen, de már korábban is a labda mindig ott volt körülöttem. Én meg imádtam, és éjjel-nappal, amikor még rúgni nem tudtam, akkor simogattam, és mindig közelembe volt a labda. Aztán 4 évesen elkezdtem focizni, és gyakorlatilag utána már nem volt kérdés, hogy mi szeretnék lenni. Porthoz szerződtem, ott volt egy José Mourinho nevű fiatal ember, akit senki nem ismert, én sem ismertem, és most egy utólag ő a világ egyik legjobb edzője, szakembere. Tehát nyilván szerencse, hogy megadatott az, hogy vele dolgozhattam együtt, és nagyon örülök és büszke vagyok rá, és sokat köszönhetek neki. Nyilván a sors keze is benne van. A legendás mondás, hogy Mitrai Tamás Egerszegi Krisztinának, hogy úsz kicsi lány, gyere, gyere drágám, ha a drágám nem jön, és bejön ötödiknek, akkor a közvetítés ugyanolyan jó, csak éppen hát senkinek az emlékezetében nem marad meg. Ugyanígy még Szepesi György, amikor Dömötört bíztatta lövésre egy vízilabda mérkőzésen. A Dömötör nem gólt lő, hanem kidobja az uszodából a labdát, nem nyerjük meg az olimpiát, ez a legendás mondat nem maradt fönn. Úgyhogy azt gondolom, mi sportriporterek, mi a sportolók kezében vagyunk, úgyhogy álthatjuk a sorsunkat, hogyha valami szép eredményt elérnek a sportolók, mert attól mi is nagyobbaknak tűnünk. Melyik sportág nem szerepel az öt tusában? A párbajtörvívás, a kerékpározás vagy az úszás? Kerékpározás. Igen, és ilyen félbe mondja, hát profi sportszakértő, hogy gratulálok. Köszönöm. Hány aranylabdás labdarúgónk van? 1, 2 vagy 3? 2. Most így, csak így rátippen. Nem, sajnos nem. Hány kártyalappal játsszák a pókert? 51-el, 52-vel vagy 54-el? Attól függ milyen, 51-el vagy 52-vel Jolit használnak vagy nem. Ezt elfogadom. 52 a klasszikust, mondjuk egy Texas Hold'emet, amire mi gondoltunk, de mind a két válasz a jó. Gratulálok. Köszönöm. Gratulálunk a sors egy csomaghoz. Hány méter széles egy normál focikapu? 6,5, 7,32 vagy 8? 8 méter. Sajnos nem, nem ez a jó válasz. Mi volt Szent István királyunk eredeti neve? Vajk, Koppány vagy Géza? Vajk. Vajk, ez volt a neve még ő gyermekkorában, gratulálok. További sok szerencsét kívánunk a sors egy csomaghoz. Sokszor mondják, hogy csak igazán akarnunk kell, bevonzhatjuk a szerencsénket. Aki szerint ez kevés, az jöjjön el ide Székesfehérvárra, és fogja meg a fertályos Kati néni orrát, hát ha az segít. A szerencsehíradóval kapcsolatos üzeneteiket a szerencsehiradó@szerencsejáték.hu-ra küldhetik. A jövő héten csütörtökön délután ismét várjuk Önöket itt az M1-en. A viszontlátásra! Viszontlátásra!